Üdvözlet mindenkinek is 2019. december 17-én, ez az új világrend hírek röviden az Infobubble csatornán. Néhány hírt szerettem volna bemutatni az úgynevezett globális felmelegedésről, a klímaváltozásról, vagy ahogyan manapság azt hívják a klímakatasztrófáról. Mielőtt ebbe belevágnánk, valamire felszeretném hívni a figyelmet. Mindenki próbáljon visszaemlékezni arra az időszakra, amikor klímaváltozásnak vagy globális felmelegedésnek hívták ezt a jelenséget, amivel riogatják az emberiséget már jó néhány évtizede. Ezzel szemben a napi.hu arról számol be, december 10-én, kedden, hogy az úgynevezett klímavészhelyzet megállapításáról döntött keddi ülésén a berlini tartományi kormány vagy szenátus a 16 német tartomány közül elsőként. A német kormány tehát klímavészhelyzetet hirdetett. Kormány környezetvédelmi, klímavédelmi és közlekedési ügyekért felelős tagja, Regin Günther, a zöldek politikusának előterjesztése alapján a határozatban megállapították, hogy a globális felmelegedés klímavédelmi vészhelyzetet idézett elő, amely az eddiginél nagyobb éghajlatvédelmi erőfeszítéseket követel meg a német főváros vezetésének szintjén. Ezek után Németországban, illetve ebben a tartományban valamennyi tervezett szenátusi döntés lehetséges éghajlat változási hatását meg kell vizsgálni. Én ezt kifejtettem már korábban, hogy mi is az, amire a játék kimegy, és tisztában vagyok azzal, hogy rengeteg ember ezzel nem ért egyet, és nem is fog. Ez nem probléma számomra, remélem, hogy számukra sem az. Próbálja mindenki megérteni ezt a nézőpontot, ahonnan én vizsgálom az eseményeket. A világ, amelyben élünk, egy illúzió, egy álomvilág. Azok, akik uralják és irányítják ezt a rendszert az ellenség vezetésével, félrevezetnek mindenkit, aki bízik bennük. Ez az új klímapolitikai irányvonal azt hivatott elősegíteni, hogy Berlin a Párizsi Nemzetközi Klímavédelmi Megállapodás alapján minél hamarabb eléri az úgynevezett klíma semlegességet, áll a szenátus közleményében, amely szerint a cél elérése érdekében további intézkedéseket tesznek majd a Berlin széndiokszid kibocsátásának csökkentésére. Amire felhívnám a figyelmet, azok a szavak, melyeket használnak. Klíma vészhelyzet az egyik ezek közül. Klímavédelem a másik. Éghajlatvédelmi erőfeszítések. Klímapolitika. Klíma semlegesség. Valószínűleg mindenki ismeri a kifejezést Rétari a görögből latinul ars oratoria, magyarul pedig szónoklattan. Az origo.hu Gulyás Gergely azt mondja, hogy a klímaváltozás elleni küzdelem árát fizessék a szennyezők, a multinacionális vállalatok és a nagy országok. Itt a klímaváltozás az, ami megjelenik. Nem győztünk, de van esélye győzelemre a karbonsemlegesség uniós kezelése ügyében. Erről beszélt Gulyás Gergely. A széndiokszid kibocsátás csökkentésének célját senki sem vitatja, a kérdés az, hogy a terheit ki viselje. Az indexben azt olvashatjuk, hogy Európának ez a holdra szállás pillanata. Az egyik hoax követi a másikat. A szónoklattan, ami retorika más szóval, vagy oratória, a szónoklat tudománya. Eredetileg díszes külsőségek között előadott beszédeket, ékes stílusú, nyilvános megszólalásokat jelentett. Később átalakult, és a nem szépirodalmi műfajok elméletét jelentette, a prózai írásművek elméletét. Idők jelei azt írja, hogy újkor, új betegség, egyre több a klíma beteg. Ez december elsejei ez a cikk, és arról számolnak be, hogy pénteken ismét klímatüntetés volt Budapesten. Az apokaliptikus előrejelzések miatt a klímapánik, a pánik betegségek egyre gyakrabban diagnosztizált fajtája lett az Egyesült Államokban, bár az ország igen szép számban tevékenykedő pszichológusai még nem nagyon tudnak mit kezdeni az új korral. Azt olvashatjuk, hogy a pszichológusok nem tudnak mit kezdeni ezzel a jelenséggel. Gondolkodott már valaki azon, hogy a pszichológus, illetve a pszichológia mit is jelent valójában? Pszichológia, mint főnév az emberi viselkedést és gondolkodást tanulmányozó szakág, amely az emberi agyat és annak tulajdonított elme működéseket vizsgálja és befolyásolja. Lélek-tan. Ha ez esetleg nem lenne egyértelmű, akkor ez egy összetett szó, a psziché, úgy mint lélek, és a logasz, úgy mint törvény vagy tan. Egyesüléséből származik. Hogy létezik az, hogy egy olyan materialista világ, mint a miénk, amely minden problémájára a tudományban keresi a megoldást, még mindig egyre nagyobb és nagyobb hangsúlyt fektet a pszichológiára, vagy az úgynevezett lélektanra. Amennyiben valaki azt mondja nekem, hogy én nem vagyok pszichológus, nem vagyok szakember, hogy ezeket a dolgokat elemezgessem itt, hogyan is lehetne megtanulni a világtól, hogy mi a léleknek a baja? A lélektan átvitt értelemben az ember belső világa, az érzékelés, emlékezés, képzelet, gondolkodás, értelem, akarat jelenségeinek és folyamatainak összefüggő egésze, egy személy tudatának működése és a jelenségek összessége. Ha böngészgetjük tovább az indexet, akkor megtudhatjuk, hogy már a dinoszauruszok is szenvedtek a sok széndiokszittól. Egyik hóksz követi a másikat a Föld már a dinoszauruszokat kipusztító aszteroida előtt is instabil volt. Ezt írja a Science Daily. Ha valaki kíváncsi arra, hogy hogyan is lehetséges egy mesevilágot fenntartani, ami ennyi embert megtéveszt és az orránál fogva vezet, hát így. Létre kell hozni intézményrendszereket, amelyek aztán az információt elterjesztik, olyanokat lehetőleg, amelyekben nem csak, hogy mindenki bízik, hanem mindenki el is fogadja azt, illetve azokat úgy, mint a legmagasabb rendű tudás birtokosai egy-egy szakterülete. Erre egy nagyszerű példa a Science Daily. Odáig fajult a világ, hogy arról beszélünk, hogy a dinoszauruszokat aszteroida ölte meg, és már akkor is probléma volt a széndiokszid mennyisége a légkörben, úgy, hogy állítólag mindez 65 millió évvel ezelőtt történt. Megvizsgáltak olyan kagyló és csigaház kövületeket, amik a kréta és paleogén időszakok közötti nagy kialási hullámból származnak. Kálcium izotóp összetétel vizsgálat során arra következtettek a kutatók, hogy nem sokkal a becsapódás előtt a kagyló kémiai összetétele megváltozott, méghozzá az óceánok megnövekedett széntartalma miatt. Én nem szeretnék megbántani senkit, de hogyha valaki ezt komolyan veszi, akkor szerintem annak érdemes átértékelni az egész életét. Ha valaki azt akarja nekem mondani, hogy néhány ilyen állítólagos kövületből, amit meg tudjuk mondani, hogy 65 meg 55 millió évvel ezelőtt mi történt, akkor arra én azt válaszolom, hogy legalább akkor érdemes megfontolni azt, amit én mondok arról, hogy mi az, ami történik itt és most. Ez az egész, amit utána itt olvashatunk, a fantáziának a szüleménye, amire semmiféle bizonyíték nincs, de nem is lehet. Hogyan is lehetne valamire, ami 65 millió évvel ezelőtt történt? akárki akármit mond, hogy milyen tudósok ezek, vagy hányan jöttek erre rá, vagy vizsgálták. Nekem nem mondja senki azt, hogy mi meg tudjuk mondani néhány hajlóból állítólag, hogy 65 millió évvel ezelőtt egy hatalmas vulkán mező terült el a mai India egy részén. És ezek voltak azok, amik kiöntötték magukból a széndiokszidot. És a leletekben fellépő változások egybeesnek a vulkánok kitörésével. 60 millió évvel ezelőtt. Boom! Most figyeljen mindenki. A kutatók szerint így már egyértelmű, hogy a bolygó azaz mi instabilá vált az aszteroida becsapódása előtt. De még korán sincs konkrét bizonyíték arra, hogy mi is okozta a tömeges kihalás. Persze, hogy nincs, nem is lesz, hogy is lenne, 60 millió évvel ezelőtti eseményekről van szó. Ebben az időszakban ezek a képzeletbeli lények rohangáltak a Földön. Fogalmas nincs senkinek, hogy hogy nézett ki semmiféle bizonyíték nincs erre. Azon kívül, hogy nekünk el kellene hinnünk, hogy a madarak úgy néztek ki akkor, mint a gyíkok. Remélem mindenki tisztában van azzal, hogy az, amit a képen lát, az a fantázia szüleménye. Nem én vagyok az, aki egy álomvilágban él, vagy egy összeesküvés elméletben hisz. Az, amit nekünk az iskolában tanítanak erről az időszakról, az 100%-ig az emberi elmének a kreálmánya. Aztán ezt természetesen meg lehet erősíteni a kisgyermek kortól egészen az emberi élet befejezéséig. Ezt a célt szolgálják például ezek a nyilvános parkok. A gyanútlan járókelők aztán elhiszik, hogy ez a valóság legalábbis valahogy így nézhettek ki akkor az állatok. Nem értvén azt, hogy ennek semmi köze nincs ahhoz, ami valójában történt. Még hogyha lenne is 65 millió évvel ezelőtt egy föld, mi nekünk akkor sem lenne semmiféle fogalmunk arról, hogy hogy nézett ki akkor az élővilág. Lehet, hogy nem vagyok tudós, meg biológus, meg pszichológus, de az biztos, abból, amit én tapasztaltam az életem során, hogy nincs olyan csont vagy kagylóhéj, ami 65 millió évig fennmarad. Térünk vissza a szónok lattalra, amely ma a rendszeres gondolkodás és önkifejezésnek az eszköze. Ez az, amit a legtöbb ember elfelejtett mára. már. Mármint a rendszeres gondolkodást. Az önkifejezéssel azzal nincsen probléma, de azt nem mondanám, hogy az retorika amivel a legtöbb ember próbálkozik. Most figyelj mindenki a kultúrált érvelés, vitatkozás, tudománya. És kérdezik sokan, hogy miért töröm ki a hozzászólásokat a videók alatt? Azért, mert ezek a részek hiányoznak belőle. A legtöbben fontosnak tartják az ő saját véleményüket, csak éppen nem tudják azt kifejezni. És azok, akik megpróbálják, legtöbben megrekedtek az általános iskolás szinten. Elhitték, hogy ők viccesek, és van valami mondani valójuk, de sajnos el kell, hogy keserítsek mindenkit. Ez a legritkább esetben igaz. Azt viszont nem tagadom, hogy néha előfordul. Lényeg azonban az, hogy tárgya minden nyilvános közéleti megszólalás, minden közéleti kommunikációs helyzet, és szereplője minden nyilvánosan megszólaló ember. Amikor Gulyás Gergely azt mondja, hogy a magyar kormány álláspontja az, hogy fizessenek a szennyezők, a multinacionális vállalatok és a nagy országok, illetve ezek a csalók arról beszélnek az Európai Parlamentben, hogy a lassan véget érő 2019 politikai szempontból mindenképpen a kizöldülés éve, ebben az évben, mintha kibudjant volna a több évtizede a köztudatban fortyogó aggodalom a közelgő klímakatasztrófa miatt, ami 16 éves politikai ikonokhoz, gyerekekből és felnőttekből álló mozgalmak térhódításához és a zöld pártok és politikusok előretöréséhez is vezetett, akkor mi a gyakorlatban is láthatjuk megvalósulni ezt a tudományt. Társtudománya a szövegtannak, amely a sikeres közlés a meggyőző beszéd szempontjai alapján tekinti át a szöveg létrehozását. Ez egyszerűen csak úgy hangzik, mintha igaz lenne. A többségnek nincsen ideje arra, hogy utána nézzen a dolgnak, hogy kutasson, vizsgálódjon maga. Más kérdés az, hogy nem is érdekli a legtöbb embert, meg szerintem, hogy őszinte legyek fel se tudná fogni, hogy mi az, ami történik. Ameddig a legtöbben eljutnak, az ez a mondat itt, hogy Európának ez a holdra szállás pillanata. Hát ez mi, hogyha nem egy retorikai géniusz? Összehasonlítjuk ezt a hoaxot az emberiség történelmének legnagyobb hazugságával. Nyilván kitalálta mindenki, hogy mire gondolok. Small step for man, for Ez az az álomvilág, amiben élünk. Az álomvilág, melyben a kagylók gyorsan nőnek és gyorsan reagálnak a környezetük változásaira, és jó korképet adnak egyes időszakukról. Itt tehát mi meg tudjuk ismerni, hogy a Föld hogyan reagált korábban a hirtelen megnövekvő széndioxidra, és nagyobb pontossággal meg tudjuk jósolni, hogy a környezetünk hogyan fog reagálni az ember által kibocsátott széndioxidra most. Ehhez nekünk 60 millió évvel ezelőtt élt kagylókra van szükségünk. Mert azok vizsgálatából majd mi pontosabb eredményeket fogunk tudni leszűrni, mintha körülnézünk a világban ma. Nem én vagyok az, aki egy összeesküvés elméletben él. A hazugság az beteggé teszi az embert. Nem csak azt, aki hazudik, hanem azt is, aki hallgatja. Akár tudatosan, akár tudatlanságunk miatt veszünk részt ebben, a hatása az nem fog elmaradni. Ezért van az, hogy a betegség gyökere a jelek szerint a klímaaktivisták azon kijelentéseiből ered, melyek szerint a világ, vagy legalábbis annak ma ismert formája drasztikus lépések hiányában akár egy évtizeden belül véget érhet. A világ nem a klímaváltozás miatt fog véget érni. A világ azért fog véget érni, mert egy olyan szintre jutott az emberiség, amikor tudatlanságában saját magát állította a teremtő helyére. Ez tehát a legnagyszerűbb időszak, hogyha valaki választhatna, hogy mikor akar élni, láthatjuk az egész történetnek a végkifejletét. és választhatunk egy oldalt. Még mindig megvan a lehetőségünk arra, hogy alázattal és engedelmesen a teremtő felé forduljunk és elkerüljük, hogy azok közé tartozzunk, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak a szeretetét az ő üdvösségüket hogy azok közé tartozzunk, akikre bocsátja Elohim a tévegésnek az erejét, hogy higgyenek a hazugságnak. Hogy elkerüljük, hogy azok közé tartozzunk, akik kárhoztatnak, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Megdöbbenne valaki, hogyha megtudná, hogy ez a tévegés, amiről itt beszél Saul vagy Pál az apostol, ez nem más, mint pláné, eltévejedés, bolyongás, hitetés, csalás, félrevezetés vagy megtévesztés. G4106 plané, melyből a planéta vagy bolygó kifejezésünk származik. A világot uraló és irányító elit manipulálja az emberiséget. Ezért olvashatjuk itt azt, hogy az előrejelzett időpontok csak úgy, mint a javasolt megoldások között komoly eltérések figyelhetők meg. Bizonytalanság az, amit akarnak. Ezért mondja valaki azt, hogy tíz évünk van, a másik azt, hogy ötven, a harmadik azt, hogy ez mindig is így volt. Az a nagyszerű a hazugságban, hogy akárhogy tudom formálni. De a lényeg most következik, és én nem is beszéltem össze ezekkel az emberekkel. Ez azonban nem gátolja az aktivistákat egyre hisztérikusabb retorikák alkalmazásában, a politikusokat pedig ígéreteik osztogatásában. A retorikáról van szó, itt van egy. Így aztán nem meglepő, hogy ez az az év, amikor az Európai Bizottság is úgy határozott, hogy kizöldül a bizottság új elnöke. Ursula von der Leyen ugyanis már beiktatása előtt bejelentette, hogy elnökségének első száz napjában előáll egy átfogó tervel arról, hogy hogyan lesz az EU karbonsemleges 2050-re. A világ pedig már egy ideje arra vár, hogy az Európai Bizottság elő is álljon egy nagyra törő terveivel, hogy hogyan fogja megmenteni a világot és Európát a klímakatasztrófától. Ezt a tervet mutatta be a bizottság elnöke szerdán. Ez a téveg és a hazugság ereje, ez a teremtőnktől jön. Azért, mert elfordultunk az ő igazságától. A büntetésünk az, hogy elhisszük a hazugságot, a mesét, az álomvilágot. Ha nem szeretjük az igazságot, akkor ad nekünk egy alternatívát. Ebben az alternatívában a széndiokszid kibocsátást kell csökkenteni, a légi közlekedés korlátozása, az eldobható műanyagok használatának betiltása, vagy a vidéki életstílus bevezetése, aminek esetenként a vegetáriánus étrend is része. Mások ennél is radikálisabb megközelítést szorgalmaznak, mint például a gyerekvállalásról való lemondás, a fosszilis üzemanyagok és melléktermékeik betiltása, vagy éppen a kapitalizmus felszámolása. Radikális lépésekkel még élhető maradhat a Föld. Ez a karbon semlegesség, ez az egész hoaxra épülő életforma, amit ezek az emberek javasolnak, 50 ezer milliárd forintba kerül 2050. Minden magyar számára évente 170 ezer forint. Azt mondja Gulyás Gergely, hogy Magyarország számára több évtizedes diktatóra után valóban fontos a jogállam, az nem pusztán üres szó, a retorika ellentéte, mint egyes nyugat-európai politikusok esetében, akik ennek ürügyén folytatnak boszorkány üldözést Magyarország ellen. Ez a retorika, szónoklattan. Ez az, ahogyan az ellenség megtévesztő a világot hivatalos embereket kreál nekünk, szakértőket, tudósokat, kutatókat, tanárokat, vezetőket, hírességeket, akiknek a szavára hallgat a nyáj és akiket ő követ. Nem kell, hogy mindenki benne legyen. A lényeg az, hogy az üzenet mindig ugyanaz. Az pedig az, hogy a következő években ez lesz a hivatkozási alap, hogy radikális lépésekkel még élhető maradhat a föld. Miért nem olvasunk a sorok között? Az emberiség jövőjéről szóló tárgyalásokon ez lesz a hivatkozási alap. A fő üzenet az, hogy a helyzet ugyan még menthető, de elszigetelt intézkedésekkel nem fogunk céltérni, komplex és gyökeres változásra van szükség. Globalizációval az emberi természetpusztítás hatása is globálissá vált. Ez az a planéta, amiről szó volt az előbb az a tévegés, az a hazugság, az a csalás, az a félrevezetés és az a megtévesztés. Föld léptékű, integrált, nemzetközi értékelés a korábbiaknál részletesebb képet ad a természet és ember kölcsönös egymásra utaltságáról, és a már zajló, illetve küszöbön álló globális válság mértékéről és mélységéről. A jövőre vonatkozó forgatókönyvek elemzése a kutatók szerint azt mutatja, hogy még megvalósítható egy olyan világ, egy utópia, amely megfelel az élelemre, energiára, éghajlatra és vízre vonatkozó ENSZ fenntarthatósági céloknak a riói, a biológiai sokféleségről szóló célkitűzéseknek. A közvetlen hatások hátterében álló egymással összekapcsolódó gazdasági, társadalmi, kulturális demográfiai, politikai, intézményi és technológiai hajtóerőket is kezelésbe kell venni. Mindehez pedig újszerű kormányzási módokra is szükség van, hangsúlyozzák a kutatók, félig már a politika illetékességi területére is merészkednek azért, mert ez az egész egy hazugság. A háttérből ugyanazok az erők húzzák a fonalakat a tudományban, a politikában, az oktatásban, a szórakoztatóiparban, a gazdaságban és az életünk minden területén ezért fúj egyet mindenki. Még akkor is, hogyha látszólag ellentmondó dolgokat állítanak, mindenkit egy végkifejlet felé terelnek. Ez pedig nem más, mint egy egységes, az egész földre kiterjedő gazdasági, társadalmi, politikai és vallási rendszer. Ez az új világrend.